Bizonyára már sokaknak feltűnt, hogy néhány hete a sportcsarnok melletti füves területen egy közel 20 méter magas szerkezetet állítottak fel. Ezen két szélmérő és napintenzitás mérő berendezés található, mely adatokat szolgáltat a későbbi szélgenerátor megtervezéséhez és felállításához. Városunk önkormányzata mindig keresi a lehetőséget, hogy hogyan lehetne spórolni az intézmények energiaköltségein. Ezúttal a sportcsarnok villamosenergia felhasználását szeretnék kiváltani megújuló energiaforrások felhasználásával. Két hete történt, abból kifolyólag ugye, hogy Nyugat-Európában már egyre jobban elterjedt az, hogy intézményekhez, majorokba, elég csak Ausztriába átmenni, lehet látni, hogy a napenergiát és a szélenergiát hogyan hasznosítják. Sajnos ez külföldön jobban van támogatva, mint nálunk, de egyre jobban kezd elterjedni, hiszen már magánházaknál is meg lehet tekinteni azt, hogy már a melegvíz előállításra napkollektort tesznek fel a tetőre. Ez kezd elterjedni. A napelem is kezd, ugye a villamosenergia hasznosítás kapcsán, illetve a szélenergia hasznosítás is. Természetesen ez egy kisméretű, tehát egy 10 kilowattos névleges teljesítményű, tehát nem olyan, amit megyünk ugye a nyugati ország részbe és a Mosó-Magyaróvár térségében lehet látni a szélgenerátor telepeket. Ezek a telepek teljesen más célt szolgálnak, ezek villamos hálózatra termelnek elektromos energiát, és ugye erre ki van bocsánytva ugye szélkvóta is, ami kapcsán ezt megteheti. Itt kimondottan ugye a cég, illetve önkormányzati testületnek is a célkitűzés az, hogy a költség hatékony, költségkímélő beruházásokat kell megvalósítani. Erre törekszünk mi is, tehát ugye a hatékonyságra. A berendezést a budapesti Komplex Energin Kft. Helyezte ki, akik többek között szélgenerátorok tervezésével, kihelyezésével és egyéb elektronikai és vezérlő elemek tervezésével foglalkoznak. A Püspökladányban kihelyezett szerkezeten közel 6 hónapig mérik majd a szélgyakoriságot és intenzitást, valamint a napenergia hasznosításának lehetőségét. Ez az energetikai szélmérés projekt, ami most indult, május 25-ével telepítettük a műszereket, ez két magasságban, 10 és 17,5 méter magasságban méri a szelet egy kanalas szélmérővel, és ezen kívül még két dőlészekben beállított napintenzitás mérő is fölkerült az oszlopra, mert a helyi szélprofilon kívül a nap ból származó energiát is fel szeretnénk mérni, mert az alapötlet az lenne, hogy egy hibrid energiatermelő rendszert építsünk, ami szélenergiát és napenergiát is hasznosíthat. A sportcsarnok szélerőművel történő áramellátásával kapcsolatban már tavaly megkezdődtek a tárgyalások. A városunkból származó, de Budapesten élő szakember felvette a kapcsolatot az önkormányzattal, és most februárban kezdték meg a konkrét tárgyalásokat a szélenergia hasznosítás megvalósításáról. Megmondom őszintén, hogy ez a fajta elképzelés, hogy minél több energiát tudjon a város megsporolni az intézményeinél, ez már a tavalyi évben elkezdődött. Több olyan fajta beruházásban indulunk el ebben az évben is, amely erre fog irányulni. Többek között, amikor elkezdtük ezeket a tárgyalásokat, akkor vetődött fel az, hogy a szélenergiát is valamilyen formában meg kellene próbálni hasznosítani. Igazgatóurral leültünk és áttárgyaltunk azokat a lehetőségeket, hogy hol lehetne hasznosítani a szélenergiát. Az önkormányzatnál év elején egy aprítékkal működő biomassa kazánt helyeztek üzembe, két évvel ezelőtt pedig a termálvízzel feltörő metángáz hasznosítása során a gyógyfürdő a villamosenergia felhasználás területén önellátóvá vált. Ezt a folyamatot tovább gondolva a sportcsarnokra esett a választás. Az épületben és a külterületén is számos nagy teljesítményű fényforrás található, amelyek elég nagy energiaköltséget, éves szinten közel 1,5 millió forintot jelentenek. Sportcsarnok ugye területileg egy teljesen különálló épület. Sportcsarnoknak a területét megnézzük, ugye
sík terület veszi körül, nem gátolja semmi a szélnek az útját, így mondom, a szélnek az intenzitását, nem befolyásolja a szélirányt semmi, illetve a sportcsarnok tulajdonképpen az az épület, ami ott önállóan villamosenergia, fűtési energia és egyéb nagy költségek merülnek fel a csarnok üzemeltetésével kapcsolatban, hiszen a csarnok az tulajdonképpen mind a diákoknak, mind pedig a sportegyesületeknek a igényeit próbálja kielégíteni, tehát nagyon fontos az, hogy ezt a épületet milyen hatékonysággal lehet, milyen költségcsökkentéssel lehet üzemeltetni, pont azért, hogy minél jobb legyen a kihasználtsága, és abból kifolyólag, hogy a oda látogató gyerekek, sportegyesületek, azt mondom, hogy a lehető leghosszabb időtartamban tudják használni, és minél kevesebbe kerüljön ez mind a KFT-nek, mind pedig az önkormányzatnak. A sportcsarnok melletti füves terület adottsága lehetővé teszi azt, hogy egyenletes szélintenzitást mérhessenek ott a következő fél évben. A mérések eredményének kiértékelése után pedig elkezdhetik az odaillő szélgenerátor tervezését és kiépítését. Az, hogy mekkora szélerősség, ez is egy fontos szempont, tehát egy körülbelül egy 6 méter per szekundumos szélsebesség, átlagos szélsebesség már elegendő. A kérdés csak az, és erre megy ki a mérés is, hogy ezt milyen magasságban lehet megkapni. Mert leginkább ebben van különbség a Magyarország egyes területei között, hogy vannak olyan helyszínek, ahol ezt az átlagos szélsebességet alacsonyabb magasság, oszlop magassága is el lehet érni, valahol magasabb. De nem csak ez az egy paraméter, ami szabályozhatja a leadott energiamennyiséget, hanem például a turbina nagyságot, tehát egy nagyobb felületű szélturbina nyilván nagyobb energiát képes befogni és termelni a generátoron keresztül. Az, hogy mekkora méretű szélturbinára lesz szükség, tehát majd a mérések eredményei határozzák meg. A mérések közben el lehet kezdeni a környezeti hatásvizsgálatot és egyéb a beruházással kapcsolatos engedélyeztetési folyamatokat. A költségeket azonban nem lehet kiszámolni előre, de általában kilovattonként 1 millió forint beruházási költséggel szoktak számolni. Ennél komplexonál úgy gondoljuk, hogy 10 kilovattnyi energia generátor teljesítménnyel ez megoldható. De amire törekszünk, és ami a cél lenne, az, hogy a beruházás egy körülbelül 10 éves időtartamon megtérüljön. Ami egy nagyon-nagyon gyors és nagyon jó megtérülésnek számít, mert körülbelül 15 éve számol az ipar ilyen energetikai beruházásoknál. A megújuló energia hasznosítására törekvő beruházásokat az Európai Unió és a Magyar Állam is támogatja különböző arányban. Szinte minden évben megjelennek az önkormányzati intézmények számára olyan pályázatok, amelyekkel a különböző természetes energiákat lehet kiaknázni, és ezzel párhuzamosan a fenntartási költségeket csökkenteni. Az új Széchenyi terv keretében ugye egyre jobban előtérbe helyezték ezen beruházásoknak a támogatását is, tehát itt a kísérőgázhasznosítás, aprítékos kazánok, tehát megújuló energiák beruházásait egyre jobban támogatják önkormányzati szinten, ugye 85-90%-os intenzitással gazdasági társaságoknak valamivel kevesebb támogatási arányjal. Mindenféleképpen úgy gondolom, hogy ez a jövő, tehát egyre nagyobb hangsúlyt kap már Magyarországon is a megújuló energia hasznosítása, és ebből szeretnénk, vagy az önkormányzattal természetesen szorosan egyeztetve ezt a beruházást majd, természetesen minden majd a mérési eredmények alapján itt a számításokat el kell végezni, hogy mire lehet számolni. Vannak a KEOP pályázatok, azok a közép-magyarországi energetikai pályázatok, amit időről időre most márciusban is megnyílt a pályázat, most kifejezetten nap kollektorokra kiírva, de korábban is volt szél turbina pályázat.
és egyéb megújuló energiákra fordítható pályázati pénzek, és hát remélhetőleg a jövőben is nyílnak ilyen források. Gyakorlatilag az energiaválság, ami abban áll, hogy az energiárak emelkedése olyan ütemben nő, hogy mindenképpen szükség van olyan alternatív forrásokra, megújuló energiaforrásokra, egyrészt egyre kedvezőbb megtérülési mutatókkal megvalósíthatók ezek a beruházások, és nyilvánvalóan egy államnak és mindenkinek jó felfogott érdeke, hogy környezetbarátabb technológiákkal jussunk ugyanaz az energiamennyiséghez. Tehát valószínű, hogy igen, jövőben is nyílnak még ilyen források a pályázatok útján. A tervezett beruházással tehát kimondottan a sportcsarnok energiaigényét szeretné megoldani az önkormányzat. A városüzemeltető Kft. Azonban az intézmény egységein belül is tovább gondolkodik a megújuló energia kiaknázásán, hogy minél kevesebb fenntartási költség terhelje a várost.